Sziasztok! Ez itt az Access Point Vlog 7. része. Műsorunkban vezetékes és vezeték nélküli termékeket tesztelünk és mutatunk be nektek hétről hétre. Ebben az epizódban a Mikrotik Routerboard 1100 OHX4-est vesézzük ki és mutatjuk meg a képességeit, valamint hogy miben változott az elődjéhez képest. Idei milánói MUM egyik legnagyobb bejelentése volt, hogy a Mikrotik kihozza az RB1100 AHX2 utódját, amely a rekkes Mikrotik routerek zászlóshajójának számított a Cloud Core routerek megjelenéséig. Az 1100-as széria erőssége, hogy megfizethető áron nyújt nagy teljesítményt a multikóros processzornak és a számos gigabites portnak köszönhetően. Így jegyeznénk meg, hogy az új termék ára megegyezik a korábbiéval, pedig nagyon sok mindenben fejlődött. Nézzük is meg, hogy pontosan miben. Processzor terén az OHX4 egy 1,4 GHz órajelű quad-core Cortex A15-ös chippel érkezik, szemben az előd 1066 MHz-es dual-kóros PowerPC CPU-jával, ami nagyban növeli a számítási kapacitást. A rendelkezésre álló memória az új berendezés esetében 1 GB RAM, míg a régi esetében 2 GB méretű, azonban a háttértárak terén komoly változás történt. Korábban 128 MB NAND állt a rendelkezésünkre és egy kiegészítő microSD foglalat. Azonban az új routerettől nagyban eltér. Két darab SATA és két darab M2 foglalata van. Az utóbbiakhoz csatlakozik a gyári 60 GB tárhelyű SSD, amin előre telepített formában található meg a DOOD szerver. A sok tárhely opció nagyon széles felhasználhatóságot eredményez. Proxy szervert, user managert vagy akár még FTP szervert is konfigurálhatunk rajta. Ethernet portok tekintetében nem történt változás, továbbra is 13 darab 10x100x1000 base TX port áll a rendelkezésünkre. A tápellátás területén azonban elég sok változás történt. Az RB1100 AHX4 elődjéhez hasonlóan megtáplálható POE-n keresztül, ezen felül redundáns betáplálással és mínusz 48 volt DC telkó áramellátással is rendelkezik, ezzel nagy mértékben növelve meg a rendelkezésre állást. Szintén változott a hűtés megoldása is. Mivel az AHX4 már teljesen passzív megoldással rendelkezik, aminek köszönhetően 100%-ban zajmentes a működése. További érdekessége az új terméknek, hogy rendelkezik hardveres IP-szek gyorsítással, ami a gyártó állítása szerint minden korábbi routerboardhoz képest gyorsabbá teszi az ilyen kapcsolatokat. Következő részünkben leteszteljük az AHX4 routing képességeit, több routerboarddal összehasonlítva. Ha tetszett az epizód, iratkozzatok fel csatornánkra hetente jelentkező tartalomért. Sziasztok!